Na, itt is kapjuk a vizet, átúrok. Hogy érzi magát a csökszön? Jól? Csak a háttér miatt. Videózok. Nem élem. Aludtam a tengerparton, és arra ébredek, ilyen félállomban voltam, hogy gyerekek, meg egy idősebb. Marco Polo. Ez 16 ezerszer elismételt. Marco Polo. Marco Polo. Hú, egy nagy vitorlás mögötted, azt láttad? Nincs az. Nincsenek fenn a vitorlás. Mit nézünk? Nincs itt semmi látnivaló. Ha! Itt van. Itt van. Baleseteknél szoktak. 8 halott ér. Már is mondani, haza kell érni. Jó, de most abban beszéljük magunkat, az majd este 8-kor. Semmi egy épületet felépíteni. Maradj csak. Maradj, jó, el vagyok vele. Úgy is átnék másik oldalra, egy bókászok, ahol többen látni való, de szerintem jobb volt. Majd mind a kettő. Hopp! Egy a lényeg. Jól érezzük a munkat. Aki megteheti, az nyugodtan ezt a útvonalat, szívesen segítek bármiben. Nem kell a tengerpart mellé egyből a hotel foglalni, de bárkinek segítséget nyújtok. Anyagiakban nem annyit tudok, de egyéb szakmai kérdések vannak. Már ezen gondolkodtunk, hogy elindulunk onnan Rovinból, és eljövünk 370 km direkt fel a parkolóba, az is egy opció volt. Vagy eljövünk Rovinból direkt hajóval, ami szintén nem egy rossz dolog, és itt bókászunk, és este 5-kor vissza. Szerintem jó lesz. Ez a kérdés. Gondolát nem terveztem be. Aztán a százszor elbeszél. Ingen van. Mondja az idegen vezető itt németül, angolul, de hát nem is hallom. Érteni még mondjuk érteném, de nem probléma, rá lehet keresni bárhol, bármelyik épületre, fotó adja, minden adja, tehát utak itt nem marad. Ez már nyílt tenger, egy kivezető út. Olaszok olyan híresek az építészek, nem csak Velence, hát ez fantasztikus csoda itt előttetem, hanem akár Róma, akár Firenze, csak ezt a kettőt említem, fantasztikus, fantasztikus építészek.